Sallai Robert Benedek a vendégünk, Meser B., ahogy mostanában már nevezni szoktak. Ez teljesen közkeletű lett? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is. Nem kísérem annyira figyelemmel, sokan szólítanak valóban a monogramomon. Mert hát rövidebb, egyszerű, persze az LMP országgyűlési képviselője, ha valaki nem tudná. És hát az LMP legjelesebb levelezője a jelek szerint, tehát levelekben, nyílt levelekben, Facebook bejegyzésekben, kommentekben igen jeles. Hát meg parlamenti felszólalásokban is hosszan és sokszor szólalt fel. Most az ELAK ezekkel az állami földek maradékától című bejegyzésével kezdeném, aztán folytassuk a tegnapi nyílt levelével, amit Rogán Antalos címzett. Meg hát volt még egy Gőgös Zoltán ügyében megfogalmazott levelés, úgyhogy van miről beszélnünk. Az LMP szerint a kormányzati tervek abszurditását jelzi, hogy már a Fidesz szövetségeseként működő Kisgazdapolgári Egyesület is bírálja az állami földvagyon lenyúlására vonatkozó terveket. Hát ők nem lenyúlásról beszélnek, azért csak a módszer nem tetszik nekik. A Kisgazdapolgári Egyesület is azt mondja, hogy az a terv, amit Jakab István felvetett, az a Fideszes, vagy a Fidesz országgyűlési alelnöke, az, a Magosz vezér, hogy Magosz vezér, így van, szokták. Így van. Ő ugye arról beszél, hogy akik korábban bérleti jogot szereztek állami földeken, azok hogy vásárolják meg egy kedvezményes hitelkeret segítségével ezeket a földeket. És nyilvánvalóan ez az, amit a LMP sem szeretne, hiszen stratégiai tartaléknak tartjuk azt az állami földvagyont, amivel egyáltalán bármilyen kormányzat tud hatással lenne vidékpolitikára, agrárpolitikára, és nagyjából a Kisgazdapolgári Egyesület, dr. Túri Kovács Béla képviselőtársam is ugyanezt a álláspontra jutott. Ez az a földvagyon, aminek a kiosztásával eleve a botrányok voltak, amelyeknél a furcsa anomáliákat láttuk sorra. Most ugyanezt a földvagyont, ugyanazoknak, akik így kapták meg a földet, hát tisztelt a kivételnek nyilván nem mindenki megkérdőjelezhető módon, próbálják kedvezményes hitelezéssel a tulajdonosok kezére játszani? Vagy a bérlők kezére játszani? Igazából erről szól? Gyakorlatilag ingyen oda akarják adni. Én is szeretném hangsúlyozni azt, hogy nagyon sok kanyítottak teljesen tisztességes úton is földhöz. Ennek ellenére ez nem zárja ki azt, amit az Ángyán József által készített jelentések tartalmaznak. Az, hogy a földeknek egy nagyon-nagyon komoly része nem valódi helyben lakó gazdálkodókhoz jutott, hanem kormányzati kapcsolatokkal rendelkező olyan személyekhez, akik nem ebből akarnak megélni, hanem a föld alapú támogatást kiegészítő jövedelemszerzésként akarják megszerezni. És miután megszerezték ezt a bérleti jogot, most gyakorlatilag ingyen hozzájuthatnak a földhöz, hiszen ez a kedvezményes hitel lehetőség azt jelenti, hogy majd megkapják a földet, az lesz a fedezete egy hitelnek, és a hitel pedig majd szépen a területalapú támogatásból vagy a földnek a javaiból törelezgetik, tehát gyakorlatilag ingyen hozzájuthatnak a földhöz. Elég tuti üzletnek tűnik. Jakab István vezette ezt fel június 30-án a parlamentben, és most írt egy levelet Rogán Antalnak, a Fidesz frakcióvezetőjének, az iránt érdeklődve, hogy miután azóta a kormány is, meg a frakció is hallgat, mi az elképzelésük Jakab István felvetéséről. Valódi választ remél? Ezekre nem szokott választ kapni, nem? Nem is kaptam valódi választ, még tegnap este kiadott a Fidesz egy közleményt. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy 2006-7-től kezdve, onnantól kezdve, hogy Ángyán József felszántotta a magyar vidéket, és mindenütt elmondta, hogy egy valós földpolitika fog jönni, ami segíteni fogja a helyben maradást, a Fidesz teljesen mást ígért. Utána megalkották a nemzeti vidékstratégiát, amiben azt írták meg, hogy növelik a állami földeknek az arányát. Ez 2012-13-ig tartott, majd egy összeomlás, és most már szépen lassan minden ellentétes irányba indul. Az, hogy az állami földvagyon értékesítésére kerüljön sor, ilyen formában, mint ahogy most itt elhangzik, vagy ahogy tervező van, az teljesen ellentétes azokkal a kormányzati stratégiákkal, hogy ezzel a vidéki megélhetést tudják segíteni. Hogy mondjam el, hogy jelen pillanatban is ideig is zajlott mindig termőföld értékesítés, hiszen az államnak vannak olyan földjei, amelyekben nem kizárólagos tulajdonos, tehát mondjuk osztatlan közösben van egy-egy kis tulajdonrész, nem tudja hasznosítani, nem tudja bérbeadni. Itt azokról a földekről beszélünk, ahol egy-egyes, tehát teljes tulajdonos az állam, amiket bérleti úton lehet 10 évre, 20 évre bérbeadni, és jól lehet hasznosítani. Ezekkel lehet hatással lenni a vidéki foglalkoztatásra. Hogyha ezt teljesen lemond erről az állam, és ez a kormány ki akarja adni ezt a kezéből, azt a stratégiai lehetőséget játssza el, hogy bármilyen hatással legyen a vidék problémáira. És nyilvánvalóan itt engem az zavar, hogy ugye elmondja a véleményét Jakab István egy fideszes napirend előtti felszólalásban, ahol nehéz azt képzelni, hogy a frakció nem tud róla, hogy miről fog beszélni. Majd elmondja dr. Túri Kovács Béla a véleményét, én szerintem egy normális államférfihoz méltó véleményt, hogy azért az állam tulajdonát nem kellene tovább kijátszani érdekcsoportoknak. És a Fidesz közben hallgat. Egy újságíró megkérdezte a Földművelési Minisztériumot, aki egy ilyen teljesen ilyen kis semmitmondó választ adott, hogy hát ez egy szakmai felvetés, amit meg kell vizsgálni.
Na most ilyen szakmai felvetésekből szokott lenni az, hogy elvegyék a nemzeti parkoktól a földet, meg egy halom más szakmai felvetés volt az, hogy esetleg a kerítés megvizsgálják, és így tovább. De az nem lehet, hogy nem sunyognak, ahogyan fogalmazott, hanem nincs még válaszuk? Tehát lehet, hogy ez egy elképzelés, egy ötlet, de igazából nincs kiforva még, hogy mi legyen vele. Ezek olyan akkor időben szólnak. Ezek olyan értékválasztások, amelyeknél könnyű igent mondani, vagy nemet mondani. Tehát azt a Fidesznek, hogy képzeli el a jövőt Magyarországon, az államnak legyen-e jelentős tulajdonú termőföldje, vagy sem, ezt könnyű kimondani, ugyanis mondjuk a földforgalmi törvényt, amit 2013-ban elfogadott, abban is a legfontosabb elővásárlási jogot azért tartja meg az állam, hogy hatással tudjon lenni a földpiacra. Csak próbáltam egy kicsit optimista lenni, hogy hát van egy ilyen optimista változat. Itt van ez a gőgös ügy, amely hát teljesen más súlyú és teljesen másról szól, mint az önviaskodás a Földművelési Minisztériummal és a Fidesz frakcióval. De mégis úgy tűnik, hogy ugyanabban a logikában tartozik, önök vizsgálják, piszkálják, matatnak állandóan a földügyek körül, tehát akkor veszítsenek arcot és mutassuk meg, hogy sem ön, sem Gőgő Zoltán nem méltó arra, hogy a vidék emberét képviselje. Erről szól? Meg erről valami hasonlót tudtam kivolvasni az én jegyzetéből. Így van, azért rázom itt a fejemet, hogy de ez teljesen ugyanarról szól. Arról szól, hogy a Földművelési Minisztérium inkompetens. Nem tudja jól irányítani a magyar agráriumot, és a vidék problémáira nemhogy nem jelent megoldás, számos más problémát okoz komoly társadalmi konfliktusokkal helyi közösségekben. Gőgő Zoltán, én nem tudom, hogy mi történt 2008-ban, amikor államtitkár volt, nem tudom, mi történt 2009-ben, de egy valami tény. Egy kompetens agrár szakpolitikus. Ő ért hozzá, és látja azt, hogy mit csinál rosszul az FM. Emiatt, mert ezt el is tudja mondani, és el is jut az emberekhez, nyilvánvalóan egy ugyanolyan karaktergyilkossággal próbálkozik az FM, hogy ne az ő biztonságéről kelljen beszélni, mint az esetemben is próbálkozott, mert nem tud más tenni. Tehát felvetésekkel nem tud válaszolni. Ugyanakkor én nem látok, tehát nekem nincsenek olyan nyomozati anyagok a birtokomban, hogy megítéljem azt, hogy mi történt 2008-ban a Líder Közhasznú Egyesület táján. Hát az ügyészségnek volt, az ügyészség ejtette az ügyet, mondani, hogy semmi nincs. Én nekem így kívülről vidéki emberként azt látom, volt a Líder Közhasznú Egyesület, kapott egy halom állami pénzt, ez nem szolgálta a vidék céljait. Most ennek a pénznek a sokszorosát megkapja az agrárkamara, az sem szolgálja a vidéki érdekeit. S nincs érdemi különbség, a kormányzat a számára kedveseket mindig egy kicsit jutalmazza. Ez szerintem nem helyes, de nem tudok vele mit kezdeni, és akinek ennyi seperni való lenne a saját házatáján, mint amennyi van a Magosznak és van az FM-nek, annak valószínűleg nem egy 5 évvel, 6 évvel, 7 évvel ezelőtti ügyet kellene egy hajánál fogva előrángatni, amit már egyszer az ügyészség lezárt. Köszönöm, hogy eljött ma reggel. Én is köszönöm.